Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Múlt héten ünnepelte születésnapját az Országos Mentőszolgálat. A megyei vezetőt is várjuk ma a stúdióba. Nézzük a kínálatot. Madarak fák napja. Idén is komoly erdősítést tervez a Nyírerdő. Fejlesztés Apagyon. Mezőgazdasági vállalat bővíti kapacitását. Évforduló. Születésnapját ünnepelte az Országos Mentőszolgálat. Erdőtelepítés és oktatás mindkét területen előre lépne idén a Nyírerdő ZRT. Milyen beruházásokat, programokat tervez idén az állami vállalat? Vendégem Törfegy Gábor, a Nyírerdő ZRT nyíregyházi erdészetének igazgatója. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Beszéljünk először az erdőtelepítésről, vagy erdőújításról, nem tudom mi a pontos és a jó szakszó. Idén ebben a megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ugye Nyírerdő ZRT-nek több megyére kiterjedő területe van, de itt ebben a megyében mit terveznek? Ugye a Nyírerdő ZRT az két megyében gazdálkodik, Hajdú-Bihari, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Elsősorban állami erdőterületet kezel, nem is elsősorban, gyakorlatilag állami erdőterületet kezel, meglévő erdőket tartunk fent. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan erdőterületek, ahol elérkezett az idő, hogy véghasználatra kerüljen sor, azokat felújítjuk. Erdőfelújításnak nevezzük azt a folyamatot, amikor egy meglévő erdő helyén valamilyen okból egy új erdőt létesítünk. Teljesen más fogalom az erdőtelepítés, amikor nem erdős vegetáció helyén születik új erdő. Ez az igazi erdőtelepítés, tehát ilyenkor lesz több az adott térség erdő állománya. Erre is van példa, az elmúlt években volt példa többször is a Nyírerdő ZRT-nél, de nekünk az alapfeladat igazából az erdőfelújítások kivitelezése. Itt ugye már május közepe van, gyakorlatilag az erdőfelújítási időszak elmúlt, letelt, a meglévő feladatainkat elvégeztük. A nyíregyházi erdészet, ugye a Nyíregyháza vonzás körzetében gazdálkodik, mint egy 60 hektáron végeztünk mesterséges erdőfelújítást. Ez azt jelenti, ahol csemetékkel vagy makkal végeztük az erdőfelújítást, többek között ugye itt a Sóstói erdőben is adtunk róla hírt. Ezen kívül erdőfelújításnak nevezzük, amikor egy akácos helyén ugye újra akácost létesítünk, de ez természetes úton történik, gyakorlatilag gyökér sarjakról. Erdőtelepítés is van a Nyírerdő ZRT-nél. Az elmúlt évben több területen is itt Nyíregyháza mellett erdészetünk a Ilona-tanya környékén egy több mint 3 hektáros területen hozott létre új erdőterületet. Az a terület egyébként korábban egy elhagyott gyümölcsös volt. Legutóbb ugye a Sóstói Múzeumfalu környékén volt akkor erdőfelújítás, ahol ugye egy már koros erdőrészletet kivágtak, és aztán ugye újra telepítették. Milyen állapotban van az erdőség? Tehát, hogy hol vannak még olyan területek, és mennyi időt kell elérni egy fának ahhoz, hogy túlélet legyen, tehát, hogy ki kelljen vágni? Ez teljesen változó. Nyilván fafaj függő, termőhely függő dolog, egészségi állapot függő. Tehát hiába szeretnénk mi több száz évig is fenntartani egy adott területen erdőállományt, ha a fafajnak az életkora és a biológiai állapota ezt nem teszi lehetővé, akkor mi hiába szeretnénk, akkor az erdőfelújítást el kell végezni. Itt a múzeumfalu környékén milyen életkorú fák voltak, amelyeket hát 130 évet meghaladó tölgyes állomány volt. Nagyon kiritkult, nagyon, tehát ott a fáknak a 70%-a gyakorlatilag már lábon száradt volt. Ugyan volt cserje szint alatta, de az nem jövőbe mutató. Tehát attól, hogy egy terület zöld és látszólag nem süt be a nap, az nem azt jelenti, hogy ott az erdőállomány hosszú távon fenntartható. Gondolom, aki arra felé sétált, akkor először, hogy tavaly ősszel, amikor a kitermelés történt, akkor megijedt, hogy te jó Isten, mi történik itt. Gyakran találkoznak ilyen véleményekkel, akár úgy, hogy ott szóban valaki elmondja, hogyha arra felé jár, akár esetleg írásban? Persze, ez mindig szóbeszéd, és ha találkozunk a lakossággal, akkor mindig szóba kerül, sőt, hát mi is érezzük, hogy ott valami teljesen más történik, mint azelőtt több évtizeden keresztül. Ezben mindenkiben, tehát ilyen érzés mindenkiben van egy adott területen. Azt kell érezni, és nekem az a feladatom elmondani is, hogy ez egy hosszú távú folyamat. Ha egy helyen, tehát ha szeretünk 100 éves tölgyes erdőben sétálni,
és tudjuk azt, hogy ezek a tölgyes erdők önmaguk, tehát önmagukban nem tudnak felújulni, tehát természetesen nem tudnak felújulni, olyankor el kell végezni ezt a feladatot. És hogy 100 év múlva szeretném tölgyes erdőben sétálni, azt most kell elültetni. Előfordul olyasmi is, hogy egy erdőben kidől egy-két fa, és akkor azt ott hagyják azért, mert ugye ott az is egy élőhely, ha egy kidől fa. Itt ilyen nem jöhet szóba, vagy esetleg ennek biztonsági okai is vannak, hogyha arrafelé sokan sétálnak, és mondjuk egyre másra dőlnének ki a fák, akkor az nyilván veszélyes lenne a túrázók számára is. Aki a sóstói erdőben sétál, az látja, hogy ilyen van. Tehát ha kidől egy fa, sóstói erdőben nem szoktunk rohanni és gyorsan elvinni a területről. Nagyon sok holdfa van az erdőben, holdfának hívjuk ezt a száraz elhalt fákat, rengeteg élőlénynek adnak teret. Tehát attól sóstói erdő, vagy attól idős homoki tölgyes egy erdő, hogy van benne holdfa is. Ez természetes, tehát nem kell felporszívózni az erdőt. Volt olyan kérés is egyébként felénk, hogy hát tegyünk már rendbe a területet, meg kidőlnek a fák, meg sok a száraz fa. Az is része az erdőnek. Nyilván egy nagyon járt gyalogút mentén sok száraz fát és kidőlő félben lévő fát meghagyni egy picit kockázatos. Ilyenkor ezt meg szoktuk lépni, hogy ezeken a területeken a száraz fákat kivágjuk. De sokszor csak kivágjuk és ott hagyjuk. Madarak fák napja kapcsán hívtam önt vendégül, ha már a madarak is szóba kerülnek akkor, és a fáknak ugye az állapota, amikor kitermelnek egy bizonyos területet, akkor erre is figyelni kell, hogy ott vannak-e madarak, nincsenek madarak, fészkelnek-e, nem fészkelnek, hogy őket se lepjék meg azért. Természetes Magyarországon szinte mindenhol, de egy Natura 2000-es, mint a sóstói erdő is, Natura 2000-es erdőterületen időbeli korlátozások vannak az adott munkáknak az elvégzését illetően. Megvan, hogy mikor lehet fát vágni, mikor lehet bármilyen munkát végezni. Ezt figyelembe vesszük, sőt, hát törvényi kötelezettség, hogy ezt figyelembe vegyük. Ez így történt itt sóstói erdőben is nyilván. A másik téma, amivel szeretném folytatni, az maga az oktatás. Számtalan szó, ha mi találkozunk egy-egy forgatással, egy hír kapcsán, bármelyik erdőrészletbe, akkor gyerekek mindig vannak a környéken. És úgy vannak a környéken, hogy a Nyírerdő ZRT által támogatott vagy szervezett programon vesznek részt. Mennyire vesznek szívesen részt, hogy mennyire nagy az érdeklődés ezek iránt. Úgy tudom, hogy például a nyári táborok iránt már gyakorlatilag teljesen beteltet, ott nem is tudnak a szülők, a gyerkőcök jelentkezni. A Nyíregyházi ZRT ugye erdei iskolát üzemeltet itt Nyíregyházán is, Debrecenen kívül. Pál Miklós Erdészeti Erdeiskolának hívják egészen pontosan ezt a hát intézményt. Intézménynek azért nem nevezném, hanem egy kis műhely. 2009 tavaszán indult el útjára ez a erdeiskolánk. Erdészeti erdeiskolánk töretlen sikert tudhat magáinak. Nagyon nagy a látogatottság. Gyakorlatilag a mai napig ebben az évben több mint 3000 gyermek fordult meg valamilyen szinten nálunk. Kis csoportos foglalkozásokon, esetleg ilyen egy-egy iskolának a tematikus napján, madarak és fák napján, az elmúlt héten rengeteg gyermeket láttunk, és ők jönnek, erdészekkel találkoznak, az erdéskor vezetőivel találkoznak, törekszünk arra, hogy kint az erdőben történjenek ezek a oktatások, és valamivel biztos, hogy hazamennek. Ezt azért érezzük az elmúlt tizen pár év tapasztalata az, hogy van, hát finoman szóval van értelme ennek, sőt. Uh-huh. Nyári táborok tele vannak? Az erdéskorának a működésebe az fér bele, hogy nyáron 2 vagy 3 hét, ebben a évben 3 hét nyári táborunk lesz. Ezek napközis táborok, reggel jönnek, délután mennek a gyermekek, és egy hét alatt olyan programot lehet felépíteni az érdeklődőknek, hogy nagyon, nagyon gazdag is, nagyon sok és gazdag ismerettel térnek haza a gyermekek. Uh-huh. Gyakorlatilag mindig telt házunk van, de nem azt kell elképzelni, hogy 50 gyermekkel vagyunk, hanem 15 maximum. Tehát az a csoport, amivel lehet tényleg jól foglalkozni. Hogyha egy gyermek vagy egy szülő érdeklődne ez iránt, de az iskola, ahova jár, nincs kapcsolatban a Nyíregyházi ZRT-vel, akkor úgy önállóan is bekopogtathat önökhöz, vagy ez csak ilyen szervezett formában lehetséges? Az erdőiskolán hitott mindenki számára. Nyilván a csoportok döntő többsége iskolán, óvodán keresztül talál meg minket, gyakorlatilag már hagyomány szerint, de a mi iskolánk tényleg nyitva áll mindenkinek.
amit esetleg tudok ajánlani a tényleg nagyon érdeklődő gyermekek részére, elindult ősszel egy szakkörünk, erdőjáró szakkör, majd 20 fő jön minden héten. Ez ugye nem egy iskolás csoport, hanem tényleg igény szerint, akinek tényleg erre van affinitása és nagyon érdeklődő, tényleg egy nagyon jó programot tudunk összeállítani nekik. Minden héten találkoznak az erdészka vezetővel, illetve erdész kollégáimmal, és az adott időszaknak, éjszaknak megfelelő aktualitásokat elővéve tényleg kis erdészeket faragunk belőlük. Ők, biztos ezek a fiatalok nem fognak szemetelni az erdőben, de van sajnos sok olyan honfitársunk, aki viszont igen, de beszámoltunk mi arról is, hogy különböző kamerákat is telepítettek az erdőbe. Hogy látja, sikerült elérni a célját, vagy legalábbis kevesebb a szemét az erdőkben, vagy nem tartja vissza ezeket az embereket ez a rendszer? Én úgy gondolom, hogy nem a kamera fogja megoldani ezt a problémát. Ilyen azért, ha kint van egy kamera, meg egy tábla, hogy figyeljenek rá, akkor ott nem nagyon szemetel az ember, de megtalálják. Aki akarja, el akarja a szemetét valahová tenni, az elfogja. Inkább szemléletben próbálunk egy picit előre menni. Azok a gyerek, akik hozzánk jönnek, nyilván nekik nem fog eszükbe jutni, hogy a szemetet az erdőben hagyják. A sóstói erdőt tisztán tartjuk, úgy a sétautokat, a sóstói út mentét, a kerékpárutak mentét, tehát ott a maga a környezet dobja ki magából azt, hogy itt nem szabad szemetelni. Viszont vannak olyan erdőterületeink, amik picit elzártak a járhat területektől, ott azért gyakran előfordul, hogy egy-egy utánfutó szemét az egyik reggelre ott keletkezik. Nyilván tesszük a dolgunkat, összeszedjük, de próbáljuk a lakosságot tájékoztatni, illetve figyelemfelhívással egy kicsit elébe menni, de ilyenek sajnos még vannak. Az a bosszantó, hogy ugyanennyi energiával akár a hulladék udvarok valamelyikébe is kivihette volna a szemetét. Sosem tudjuk a magyarázatát ennek, hogy miért van erre szükség így. Igazgató úr, köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat, és hát további jó munkát kívánok az erdőségben. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm. Apagyon nyitotta meg második telepeit az országban a tatabányai székhelyű Vérteskert Kft. A cég targoncák és munkagépek forgalmazásával, bérbeadásával, valamint szervizelésével foglalkozik. Az új telephely Apagy számára is fontos, hiszen versenyképes munkahelyeket teremt a helyiek számára. Így néz ki madártávlatból a Vérteskert Kft. Új telephelye Apagy határában. A több mint 30 éves cég eddig csak Tatabányán üzemeltetett kereskedelmi központot. Ezzel a fejlesztéssel szeretné megcélozni Kelet-Magyarország targonca és munkagép piacát. 91-ben alapítottam ezt a vállalkozást, amikor Magyarországon elindult a demokrácia útján, és én egy állami vállalatnál dolgoztam, ez volt az életem első munkahelye. Aztán a tudott dolog, hogy abban az időben ugye megváltoztak a munkaviszonyok, kellett valamit kezdenem magammal, és az ottani gépész vénám, ami az akkori vállalkozásnál, vállalatnál a feladatom volt, azt megpróbáltam oda az egy kicsibe elkezdeni, és szépen folyamatosan apronként építkeztem és építettem föl ezt a kereskedelmi szolgáltató vállalatot, a Vérteskert Kft-t. Immár 31 éve működünk, és saját erőből fejlesztünk, és próbálunk a magyar hazába gyökeret verni. Az ötlet az úgy alakult ki bennünk, ez az apagyi telephelyvásárlás, hogy a régió fejlődése, az példaértékű, úgy látom a magyar hazában, tehát itt a kormány támogatásával elég komoly fejlesztések folynak, és úgy arra is gondoltam, hogy itt megbízható munkaerő is van még picit szabad, akit itt bele tudunk integrálni és alkalmazni. Ez a lehetőség pedig adódott, ez a kis telephely, ami használaton kívül volt, jött a lehetőség, hogy meg tudjuk ezt vásárolni, megtettük az ajánlatunkat a tulajdonosoknak, megvettük, és nagy elánnal nekiálltunk rendbehozni, felújítani. Az eszközeink, a targoncák, rakodógépek, ezek ugye adottak hozzá. A piacon itt szükség van rájuk, úgy érezzük, hogy nagy az érdeklődés, és hát ezzel berendeztük. Lesz szervizszolgáltatás a kereskedésen kívül, teljes körű alkatrészellátás,
gyakorlatilag ugyanazt a tevékenységet szeretnénk ide áthelyezni, ami a Tatabányai Központunkban most működik és van. Sok másikhoz hasonlóan ez a munkagép is gazdára vár. A bérlésére és a megvásárlására is van lehetőség, a termék kínálat pedig igen széles. Egy nagy álom valósult itt meg a cégünk életében. Apagyi telephelyünket a mai nappal hivatalosan megnyitjuk. A cégünk telephelye, központi telephelye amúgy Tatabányán van, de hosszú távú üzletpolitikánknak a része volt, illetve az üzleti stratégiánknak a része volt, hogy az országot lefedve itt a nyíregyházi régióba, akár Apagyon, vagy Nyíregyháza környékén, de egy újabb telephelyet tudjunk nyitni, illetve hamarosan bővülünk még egy budapesti telephellyel, és ezzel kvázi az egész észak-magyarországi régiót le tudjuk fedni építőipari gépekkel. Mivel nagyon jó fejlődik ez a régió itt Magyarországot tekintve, úgy gondolom, hogy egy nagyon jó célközönség, akit itt el tudunk érni a gépeinkkel. A Számbord márkának vagyunk a magyarországi kizárólagos importőre, és termékkínálatunkban 1 tonnától egészen 60 tonnáig jelenleg elérhetőek forgókotrók, de az építőipar számos más munkaeszköze, munkagép is megtalálható kínálatunkban. A targoncák között is igen nagy a választék, ráadásul nem csak gáz és dízel üzemű, hanem elektromos gépek is elérhetőek. Gyakorlatilag a teljes palettát meg fogjuk mutatni itt a helyszínen. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb hidrolikus kézjelmetől BK-tól elkezdve a nagy terbírású, akár 8-10 tonna terbírás targoncákig, úgyhogy gyakorlatilag bárkinek jelenleg igénye van a környéken, bérlettel vagy vásárlással kapcsolatban a kollégáimat megkereshetik. Jelentős változások történtek az elmúlt években a gázos és dízel targoncák tekintetében, ezért miatt kénytelenek vagyunk mi is felvenni a harcot, illetve felvenni a lépést ezzel a történettel. Ez azt jelenti, hogy a targoncáink, elektromos targoncáink jelentős része az itt is meg fog jelenni. Gyakorlatilag a legkisebb elektromos raklap szállítótól elkezdve a nagy terbélyes elektromos targoncákig, akár lítium-ion akkumulátorral is. Az apagyi telephelyen meg is javíthatóak a különböző munkagépek, de a cég nem csak helyben vállal a szervizelést. Országos lefedettségű szervizzel rendelkezünk. Az apagyi régiónk, ez egy új régió, amit megnyitottunk ezt a telephelyet. Itt 3 mobil szerviztechnikussal rendelkezünk, lesz egy telephelyi szerelőnk, illetve a kereskedőkkel. Itt Apagyon ugye 2 része kell bontani, van egyszer a kijárós szervizeseink, ők 3 mobil szervizautóval rendelkeznek, diagnosztikával, felszerelt autókkal, profin felszerszámozva, illetve van a műhely. Műhelyben történő munkavégzés, ami itt egy 3 beállásos profin kialakító szerviz. Az új cég megjelenését Apagy önkormányzata is üdvözölte. Kis István polgármester azt mondta, a telephely megnyitása más vállalkozások érdeklődését is felkeltheti a település iránt. Kezdetben 20-25 állandó szemét foglalkoztat majd itt a Vérteskert Kft. A vállalkozás elsősorban a helyi, valamint a közelben élő munkavállalókra szeretne építeni. Egy település életében minden vállalkozás fejlesztés fontos. Nyilván egy ilyen nagy cégnek a megjelenése, ez nagyon nagy öröm számunkra, tehát sok lehetőséget teremthet, bízunk benne, hogy ennek meg lesznek a számszerű eredményei is. A településen mindenféleképpen azon vagyunk, hogy minél több vállalkozás és munkahelyteremtés jöjjön létre. Ez az egyik dolog, ami részben már látszik, hogy meg fog történni, de ezen túlmenően nagyon sok olyan beruházásunk van folyamatban, ami a település ilyen jellegű fejlesztését elősegíti. A cél az, hogy az itteni helyben élők legyenek itt foglalkoztatva, illetve a környezetből szakirányú embereket keresünk, ez most is aktuális, és ővelük szeretnénk ezt a telephelyet sikerre vinni. Múlt héten ünnepelte születésnapját az Országos Mentőszolgálat. Az elmúlt néhány év olyan megterhelés jelentett a szervezet számára, mint előtte szinte soha. Hogyan tudták felvenni a harcot a koronavírus ellen, és milyen állapotban van most a megyei és a regionális szervezet? Vendégem Korcsmáros Ferenc, az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok! Én köszönöm a megtisztelő meghívást. Igen. A 74. születésnapját ünnepelte az Országos Mentőszolgálat idén, illetve a szervezet életmentés Magyarországon 135 éves. És hát mondhatom azt, hogy ennek a 74 évnek vagy 135 évnek talán a legnehezebb 2 évén vagyunk túl, amely jelentős kihívás elé állította az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségét is, mint a szervezetet is, hiszen olyan kihívásokkal kellett megküzdenünk, amire nem is volt bevált recept.
eljárásrend. Ugye az elején még mindenki csak a kiutat, a megoldásokat, a lehetőségeket keresi, illetve a probléma lehetséges mértékét próbáltuk megtervezni, felvázolni. Majd ugye olyan feladatok kerültek a mentőszolgálathoz, amely nem klasszikusan a mentőszolgálat mindennapi feladatául adódott az elmúlt 74 évben. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy egy párhuzamos mentőszolgálatot építettünk ki, amely egyik része megfelelt a klasszikus békebeli ellátási formáknak, hiszen infarktus, baleset, az továbbra is volt Covid helyzettől függően vagy függetlenül, és természetesen ugye a Covid világjárvány jelentette speciális ellátási formák, szemléletmód is be kellett gyűrődzön a szolgálat életébe, illetve ugye két plusz olyan feladatot is kapott a mentőszolgálat, már a kezdetekor a határ beléptetésnél az egészségügyi szűrést az én bajtársaim végezték az összes határszakaszon, illetve a mintavételezési eljárásokban is markánsan kivette az országos mentőszolgálat a részét, akár az úgynevezett statikus mintavételi pontokon, akár a betegek lakásán történő mintavételezésben. Úgyhogy ezekre teljesen új eljárásrendeket, kubatúrát, eszközrendszert, módszertant kellett kidolgoznunk az elmúlt években. Ugye, gondolom, sokan emlékeznek arra, hogy mentőautóban, maszkban ülnek és mindenféle védőruházatban a mentős bajtársak. Olyat is láttam, hogy például benzinkúton, hogyha tankoltak, akkor senki nem mehetett oda hozzájuk, hanem ugye ezt a fajta távolságtartást ezt tartani kellett azért, hogy a vírus terjedését lassítsák. Valóban ez egy teljesen új feladat volt. Hogyan bírták ezt lelkileg a bajtársai? Mert ugye amellett, hogy fizikailag ez egy megterhelő dolog, azért lelkileg sem akármi. Én nagyon büszke vagyok minden egyes bajtársamra, hiszen ezt a terhet, nem csak a fizikai erőkifejtést, hanem ezt a mentális terhet és pszichés megterhelést, én azt gondolom, hogy nagyon jól bírta a mentőszolgálat bajtársi közössége, nem csak a mindennapi munkavégzés során, hanem azért mindenkiben benne volt a saját maga, illetve a családtagjai iránti félelem, kivált kép az oltások megjelenése előtt, hogy ő maga ne betegedjen meg, családtagja ne betegedjen meg, úgyhogy ez volt az a leginkább nehezen kezelhető pszichés teher, amit én azt gondolom, hogy hál' Istennek jól sikerült megoldani. Tény és való, hogy tényleg megpróbáltunk minden olyan védelmi lehetőséget, izolációt bevezetni, lezártuk a mentőállomásainkat, idegen nem jöhetett be, lezártuk az irányító csoportokat, amelyek egy központi szerepet játszanak, hogy oda aztán még a bajtársak sem mehettek be, csak tényleg az oda beosztottak és az ellenőrzésre jogosultak. Bent magán a mentőállomások területén is nagyon szigorú biztonsági szabályokat vezettünk be, amelyet megértettek, elfogadtak a bajtársak, és ez egyfajta megnyugvást is jelentett nekik, hiszen látták azt, hogy megvan minden szükséges védelmi lehetőség annak érdekében, hogy ők a megfertőződéstől meg tudják előzni magukat, illetve ugye a védőoltások megjelenését követően gyakorlatilag már a december az oltási időszaknál az első oltások már abban az évben december végén és január elején a mentőszolgálat bajtársi közössége számára lehetővé és elérhetővé vált, és nagyon jó arányban és szép számmal éltek is a bajtársak ezzel a lehetőséggel. Az a fajta önkéntes karanténra nem volt ugye szükség, ami esetleg a kórházi dolgozóknak volt, vagy esetleg szociális intézményekben előfordult, hogy egyes ápolók 2-3-4 hétre nem mentek ki az intézményből, ezzel védve ugye a többieket, ilyenre nem került sor, nem volt rá szükség. Ilyenre nem került sor, nem mondom azt, hogy legvérmesebb terveinkben nem szerepelt ilyen biztonsági intézkedés, ha ne adj Isten, ilyenre kerülne sor, de hál' Istennek erre nem került sor. Igazából nagyon szigorúak voltak a mi biztonsági intézkedéseink. A bajtársak, akik esetleg megbetegedtek, ők nekik a munkába való visszaállásuk is még az NNK eljárás rendjénél is szigorú volt, és én ezért külön köszönetet mondok a mi munkavédelmi osztályunknak, mert tényleg nagyon szigorú feltételekkel engedték vissza a bajtársakat a betegségből az aktív munkavégzéshez, illetve olyan munkavégzési lehetőségek is megnyírtak, gondolok itt a home office-ra, amire nálunk annyira a mentőszolgálatnál eddig nem igazán volt példa, és most főleg a háttérdolgozók, a háttérállományban dolgozók részéről jogi területen, HR területen, adminisztrátor
adopció területén dolgozó bajtársnők, bajtársak részére, ugye megnyílt ez az otthoni munkavégzés lehetősége, amivel ugyanolyan hatékony munkát tudtak végezni, mint hogyha fizikálisan jelen lettek volna, de mégis ugye ezáltal, hogy otthon maradtak, remélhetőleg ők maguk is hozzájárultak ahhoz, hogy egyrészt nem betegedtek meg, másrészt pedig ugye nem is terjedt tovább ezáltal ez a fertőzés. Én úgy érzékeltem, hogy egyébként sem volt alacsony a társadalmi elfogadottsága a mentőszolgálat munkatársainak, de az elmúlt két évben nagyon magasra nő, szóval nagyon tisztelik az önök munkáját, ezt önök is érzik a mindennapokban? Igen, hál' Istennek én azt látom, hogy ez egy nagyon pozitív hozadéka volt ennek az időszaknak, hiszen olyan társadalmi megbecsülés részesei lehetünk, amire nem is gondoltunk, sőt olyan összefogás alakult ki. Ez a hamburgeres dolog. Volt a hamburgeres dolog, borzalmasan sok mennyiségű ételt, ajándékot, tárgyi ajándékot, ételt, felajánlást, fertőtlenítőszert, fertőtlenítő gépet kapott a mentőszolgálat. Azok a statikus mintavételi pontok és úgynevezett fertőtlenítő zónák, ahol mi végeztük a mintavételezést, vagy pedig a mentőautóink tisztítását, fertőtlenítését, az önkormányzatok, a társadalmi szervezetek ingyen bérmentve ajánlották fel és bocsájtották a rendelkezésünkre. De ahhoz, hogy ezen a világjárványon ilyen módon úrrá tudjunk lenni, tényleg azt gondolom, hogy a társszervekkel, a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, az egészségügyi intézményekkel, laborokkal, a népegészségügyi főosztállyal és a kormányhivatallal olyan szoros munkakapcsolat alakult ki, ami én azt gondolom, hogy ez volt a egyik sikere és módja ennek a sikeres védekezésnek, és ne felejtsük el azt, hogy akár a felsőoktatásban lévő hallgatók is kivették markásan részüket, szerepüket ebben a védekezésben, hiszen a mi kereteink között ők mintavételezést végeztek, és ez is egy nagyfokú elköteleződést mutatott a szervezet iránt, tehát egy nagyon-nagyon széles összefogás és nagyon jól együttműködő közösség lehetett csak a letéteményese annak, hogy ezt sikeresen el tudtuk végezni. Ha már itt a fiataloknál tartunk, akkor az utánpótlás mennyire nagy, tehát mennyire sok a jelentkező esetleg erre a hivatásra? Én nagyon büszke vagyok arra, hogy az Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezet, amely az ország egyik legnagyobb régiója az összes közül, több mint 1500 munkavállalóval, nálunk minden munkaköri csoportban minden státusz be van töltve, nincsen üres hiányos állásunk, és várólista van gyakorlatilag felvételre, gépkocsi vezető, ápolói, tiszti, orvosi vonalon is, és már csak az elmúlt időszakban is ez a nagyfokú elköteleződés ezen hallgatók részéről is úgy tűnik, hogy megteremtette annak a lehetőségét, hogy közülük bizony-bizony lesznek, akik későbbiekben itt képzelik el a pályájukat, hivatásukat, és akár gépkocsi vezetőként, ápolóként, mentőtisztként, de a szervezet égisze alatt szeretnének dolgozni a jövőben. Eszközben hogyan áll a regionális szervezet? Mentőautókban és mindenféle más eszközben? Ugye az elmúlt években jelentős eszközbeszerzés és mentőautó korszerűsítés zajlott le, amely az Észak-Alföldi Régió mentőszervezet egységeit is érintette. Gyakorlatilag az összes autónk lecserélésre került, esett rohamkocsik és VLS szintű mentőegységek, illetve a nagyértékű eszközparkjaink, amely jelentette az újraeresztő készülékeket, lélegeztető gépeket, gyógyszeradagoló pumpákat, tehát olyan több millió forintos eszközrendszer került egy-egy autóba, amely talán egyszerre ilyen ütemezetten talán soha nem valósult meg a mentőszolgálat történetében, úgyhogy én azt gondolom, hogy az eszközrendszereink és a gépjárműparkunk adott és felkészült, és mint említettem, abban a szerencsés helyzetben vagyunk itt a régióban, hogy a HR állományunk is kiegyensúlyozott, úgyhogy minden megvan, és talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy tényleg sikerrel tudtuk felvenni a harcot, mert minden erőforrás rendelkezésre áll, tárgyi eszköz, autó, humán erőforrás tekintetében ahhoz, hogy meg tudjunk felelni ezen kihívásoknak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mennyiben másabb, mint mondjuk Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megye? Szóval van valami plusz feladat, ami itt van, máshol meg nincs?
más tekintettel arra, hogy mentőállomás számot tekintve is a legnagyobb a régióban, hiszen 18 mentőállomás és egy mentési pont található Szabolcs-Szatmár-Bajnok megyében, és a kocsipark, a futókocsipark is itt a legmagasabb 50 autóval teljesítenek a bajtársak szolgálatot. Tehát ez egy mentőállomás számot tekintve és gépjármű parkot tekintve is egy nagy megye, ahol nagyok a távolságok, nem feltétlenül legoptimálisabbak a közlekedés viszonyok, úgyhogy ezekre a nagy kiterjedési mentőállomás hálózatra és kocsiszámra igen szükség van ahhoz, hogy a megye minden egyes pontjára el tudjunk adott időn belül jutni. Többek között néhány évvel ezelőtt a rozsályi mentési pontot is ezért létesítettük, hiszen az már annyira távol esett ugye a megye bizonyos szakaszaitól, hogy a 15 percen belüli segítségnyújtás határait feszegettük, és mióta például az a mentési pont elkezdte működését, én azt gondolom, hogy igazából szürke folt így nincs is a megye területén, tehát ha minden gépjárművünk adott, és minden egységünk funkcionál, akkor nagyon szépen le tudja fedni Szabolcs megye igényét, mentő igényét. Egy záró kérdés, meg kicsit a jövőre is nézve, ugye nagy úgy tűnik, hogy véget ért a koronavírus, legalábbis most már olyan munkát azért nem ad. Nem pihenhet a mentőszolgálat, mert itt van ugye a háború a szomszédunkban. Gondolom ez is egyfajta kihívás. Hogyan tudnak ezzel megbirkózni, hogy azokon a menekülteken is segítsenek, akik lehet, hogy magyarul sem tudnak, és ki tudja, hogy milyen egészségi állapotban vannak. Igen, azt hittük a Covid-járvány alatt, hogy ennél nagyobb megterhelés vagy kihívás már nem érhet minket, de ugye még le sem csengett gyakorlatilag az utolsó hullám, amikor itt Szabolcs megyében elindult ugye a menekült helyzettel kapcsolatos feladatkör, ami megint csak egy különleges, mert hogy nem nagyon volt erre a szervezetünk életében példa, bár ugye a délszláv válság idején azért az ottani bajtársak már azért ebben kaptak ízelítőt, de ennyire hirtelen és ilyen nagy léptékekben nem számítottunk erre is. Igen, hát jelentős erőátcsoportosításokat kellett végrehajtanunk annak érdekében, hogy felkészüljünk akár a legrosszabbra is. Hál' Istennek ez nem következett be, tehát kézben tartható, karban tartható az a kihívás, az a megterhelés, ami ott jelentkezik. Persze külföldi állampolgárok, igen, sok esetben a személyazonosság, az alapbetegségek, a kortörténet, a gyógyszerszedés, minden kérdéses, de nagyon sok társadalmi szerepvállaló, illetve alternatív mentőszervezet teljesít a határon szolgálatot. Ugye a kormányhivatal, illetve maga a kormány megbízott fogja össze az ottani munkát. Nagyon jó kapcsolatunk van minden kint lévő civil szervezettel vagy mentőszervezettel, és így együtt közösen, hál' Istennek azt látjuk, hogy nem volt még olyan kihívás, aminek ne tudtunk volna megfelelni. Mindenki számára meg tudtuk találni a megnyugtató megoldást. Sok esetben nem is egészségügyi megoldást kellett itt találni, hanem szociális ellátási formákat, vagy pedig szétszakadt családoknál megteremteni egyfajta elhelyezési lehetőséget. Tehát nem is mindig kifejezetten az egészségügyi volt, de természetesen ott voltunk, ott vagyunk, és ezekkel a szervezetekkel közösen segítünk, ahol tudunk. Igazgató, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és hát sok erőt kívánok a következő évtizedekhez is. Köszönöm szépen, köszönöm a megtisztelő meghívást. Eddig tartott ma a 35 perc, ezzel a műsorra legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!